Sziasztok! Ma fölöttem a Total War Rome Remaster Dark Mode végigjátszásomat a gallokkal. És itt maradt abba, hogy... Hát Egyiptom jelenleg, ha minden igaz, akkor a második legelősebb frakció, ugye? És folyamatosan támadják Lugotorixot. És ugye seregét. Eddig ugye minden támadást visszavertem. Azon gondolkodom, hogy valójában kéne küldjek ide seregeket, ugye, mert ha minden igaz, akkor az egyiptomiaknak a serege az mind északon van, és ha hátba támadnám őket, ugye, az nagyon jó lenne, mert könnyedén el tudnám foglalni az itt lévő területeiket, ugye, Egyiptom. Egyiptomnak úgymond az alap területeit. Rendben, azt hiszem, jöhet egy körváltás. Ja. Lássuk ugye, hogy mit lépnek a népek. Plusz arra gondoltam, két sereget létre kéne hozzak, és azokkal fogok menni Egyiptom ellen. Az igen. Az AI nem szarozik. Wow, most már még három erősítés. Basta. Hűha, és rengeteg a szekér. Ó, bakker. Rendben, ez érdekes lesz. Ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes lesz. Nekem vissza kell vonuljak ide a sarokba egy kicsit. Mert... ugye minden irányból jönni fognak. Oh! Units, kicsit leesik az FPS, vagyis hát nem is az FPS sem esik le, hanem csak maga a játék ugye szaggat, de hát az ilyen, hogy mikor ilyen sokan vannak, akkor nem meglepő, atya úristen. Előre Barbarian Cavalry. Szerintem veszítünk. Még ugye a csata is nagyon rosszul kezdődött. Nagyon-nagyon sok a szekér. Oké, támadjuk az egységeiket. Desert... mi az már? Axeman. Units.
Á, az íjászok nem tudnak lelőni ennyi izét, ennyi ellenséges szekeret. Á, lovasságom meg megsemmisül a szekerek ellen. Wow, varban meg is tört. Ja, jó van. Ja. Elintéz az ellenséges szekér. Egyiptommal gond lesz amúgy. Meneküljünk! Na. Ajajaj! How well will his warriors fight without a general's guiding hand? Ajajajajajaj! This kind of defeat is no reward for the... Oké, okay, azt hiszem, hogy az egyiptomiak itt most visszaszorítanak. Az AI amúgy sokkal jobban irányítja a kampánytérképen az egységeit, és ugyanúgy csatatéren is, mint az alapjátékban irányította. Mert ugye az alapjátékban ilyet nem csinál, hogy egyszerre megtámad ugye négy sereggel, ugyan már. Oké, azt hiszem, ezt a várost veszítjük, szóval vonuljunk vissza ide, és itt kell védekezzünk. Képzek még íjászokat, kell Chosen Swordsman. Várjunk, ezt le kell romboljam. Oké, várjunk az örményekkel, én most hadban állok megint. Nem, kereskedek velük. Rendben, el kell foglaljam Kívát. Oké, okay, és... Várjunk, hol ez a sereg? Itt van. Ezeket át kéne képezzem, és... Oké, okay, Egyiptom ellen valójában most kéne meginduljak, és nem később. Ezzel a két sereggel. Irányja erre. Ó, itt lázadás van. Meghalt a helytartó is amúgy. Orders.
Igen, ugye még itt létrehozok egy sereget, és megyek, három sereggel fogok menni Egyiptom ellen, és támadjuk őket. Oké, hol rossz a közrend? Jó, néhány helyen. Még rosszabb lett? Francba. Pedig gondoltam kultúrát nyerek vele, hogyha lerombolom, ugye, mert kultúra csökkent, úgymond a kultúrát, de ugye 5% törvényt adott, szóval, ja, hülyeség volt lerombolni. Ezért érdemes lerombolni ugye az ilyen hadászati épületeket. Azok ugye adnak közrendet, ha lerombolod őket. De már például, hogyha van egy épület, ami úgymond a kultúra miatt csökkenti a közrendet, de ugye ad valami törvényt, akkor valójában többet ér az az 5% törvény, mint amennyit veszítesz ugye az épület miatt. Mert nem, úgymond nem sajátod. Oké, hol lehetne még építkezni? Na várjunk, itt fent éjszakon szerintem lehet. Hát valójában nem annyira. Mondjuk néhány város tovább fejlődik. Várjunk, nekem itt vannak... Valahol itt kell legyen, igen, itt van egy csomó egységem. Oké, ezt tovább is tudom fejleszteni, jó. Ez nem kell. Az lakosság növekedést adott. A lovasi jászok sem kellenek többet. Oké, amúgy ezt a várost tuti elveszítem.
Remélem, hogy Len koránnál meg tudom fogni őket. Várjunk, Tílisz az kié amúgy most? A görögöké vagy Egyiptom? Görög. Oké, legyen egy körváltás. Nagyon jó lenne ugye három sereggel megtámadni Egyiptomot. Á, Drobetában pedig járvány van. Nem. Until next time. Nem fogadom el. Kartágóban nem lehet, és lehet hamarosan képezni az íjászokat, utána kell a Hall of Heroes. Vagy menjünk át izére. Menjünk át ide. Na, nem lehet beszállni a hajóba. Oké, és ugye ezzel a karakterrel le kell jönnöm ide, hogy a közrendet fenntartsa. Lázadás lett, ettől féltem. Ettől féltem, hogy lázadás lesz. És ugye veszítettem egy csomó katonát, na de mindegy. Menjünk egész ide. Ó, oké, megindultak a izék, a pártusok, ugye. Ám bár, hogy elnézem, parasztjaik vannak, meg parittyások, az nem valami vészes. Amúgy valahol... Á, igen, itt a sereg. Megindultak Campus Kitia ellen. Oké, amúgy ezeket a seregeket vissza kell verjem. És csak utána lehet menni tovább. Oké, azokat az épületeket oda meg kell építeni. És... Oh, hello. Át kéne adni ezeket a képességeket neki. Amelyik ugye egy körös. Oké, egy Beastmaster ugye, egy Bodyslave. Oké. A Drunken Uncle az nem ad semmi bónuszt.
Van egy olyan, hogy zsoldos kapitány. Az is jó. 2%-kal több fosztogatásból. Oké. Okay. Vissza ide, és ez a sereg. Én arra gondoltam, megtámadom az örményeket, mivel miért ne. Kellenek ugye az új területek, hogy több bevételem legyen, hogy ugye tudjak harcolni a gyipók ellen. Át kell mennem a szigetre, hogy legyőzzem izét. Legyőzzem Kártágót. Jó lenne, meg sem is jönnek teljesen. Az igen. Meg is indítják a támadást. Arra gondoltam, lejátszom úgy, hogy minél nagyobb veszteséget okozzak. Oké, hogy elnézem, mindegyik támadónak van némi ostromeszköze. Az gáz amúgy. Oké, irány a főtér, aztán hadd jöjjenek. Ja. A tornyok ugye okoznak majd ugye nagy veszteséget, az kész. Vagyis úgymond nagyobb veszteséget. Á, az meggyulladt, nagyon szép. The enemy are at the walls. Look to the second line of defenses should the enemy break in. Amúgy talán még talán jobb lett volna, hogyha a Szelókidák erősödnek meg. Now we must fight for our women and children. Mert ugye Egyiptom ezzel a rengeteg szekérrel rohadt veszélyes amúgy. Throw them back or our people will be slaughtered. Nagyon-nagyon veszélyesek ezekkel a szekerekkel. Olajat nem öntenek? Nem. Ja, mondjuk azért is gondolom, mert elfoglalták a kapuházat már. Sokkal könnyebb lenne ugye harcolni Szelaukida katafrakt ellen, mint a szekerek ellen amúgy. Units, war cry! Warbat! Warbat! Oké, lassan megérkezik az első lovas. Ó, meg is halt az első lovas. Ezeknek valójában lándzsájuk kéne legyen, nem kard. Them.
quarterback. Kill them! Barbarian cavalry! Jézus Mária, az az egy szekér megölt egy csomó lovast. Szekerek amúgy brutálisan jók a lovasok ellen. Oh, hello, Pharaoh's Guard. Hát bár a Seleukidák ellen például az lenne rossz ugye, hogy a Silver Shield Pikeman ellen kéne harcolni, ami ugye erősebb, mint a Pharaoh's Guard, szóval... Ja, az se lenne valami jó. Oké, ott van egy csomó íjász, azokat elintézném. Ha persze el tudom intézni őket. A kapitány de jó helyen van. Mi az eget csináltok? Jó, megeszik a izét, az egységeimet a Pharaoh's Guard. Your general is in his grave. It would have been better to send the enemy to their ancestors. Ja, az íjászokból intézünk el, de nem valami sokat. Na jó, amúgy ez nagyjából ennyi volt. Lemészároltak minket, ám bár veszteséget azért szenvedtek el. This kind of defeat is no reward for the death. Na jó, majd a következő városnál megfogjuk őket, ha persze tudjuk. Oké, azokat le kell győzzem, és a közrend valójában helyreállt, ami nagyon jó. Most még ugye tovább megyek, még mielőtt tovább mennék, ugye le kell győzzek egy csomó egységet, ugye pártust. General. Orders, chief. General, yes, orders. Chief. Mm.
Oké, kell képezzek némi nemesi lovast, meg ugye a következő védvonal ugye Lenkoránban van. Oké, ugye át kell képezzem ezeket itt. Plusz ennek a seregnek kell egy tábornok. Oké, okay, itt amúgy van is. Ugye nekem olyan karakterek kellenek, aminek van management képessége. Oké, okay, ugye irány Trier. Oké, okay, itt megy az átképzés. Na várjunk, ezek a karakterek mindegyik rendelkezik menedzsmenttel? Ő nem. Oké, okay, ő lesz akkor a seregvezető. Ezek a karakterek pedig irány ide, és ugye szét kell osszam őket. Mert ugye van menedzsmentjük. Na jó, legelőször akkor... most jó néhány helyen lett lázadás, ugye? A fenéber, meg véletlenül töröltem a jelentést. Bakker? Két helyen. Ja, kellenek ugye ilyen jó karakterek, akik képesek vezetésre, úgymond. Rendben. Hello. Oké, okay, szóval ezeket itt le kell győzzem, utána irány ide. Itt még volt egy sereg, és csak utána tudok menni a városaik ellen. Bár lehet, hogy még jönnek ugye seregek, már úton vannak. Rendben, ez itt. Ezzel léptem. Itt ugye be van védve a város. Amúgy abban reménykedem, ugye, hogy az egyiptomi városokban majd tudok adni jó felszerelést az egységeknek. Ezek a zsoldosok nem még kellenek többet. És... ja, a következő részben egyben ami ugye a következő körváltás, ugye, hogy a következő részt ugye azzal kezdem, hogy körváltás, el akarom foglalni Aléliát, utána még itt van még egy város, és nem Egyiptom, hanem Kartágónak vége. Na jó, akkor kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!